Akkor lássunk hozzá a nézetek elkészítéséhez. Ehhez vegyük elő a kis tervünket, és akkor nézzük. Tehát itt fölül azokat a tartalmakat fogjuk megjeleníteni, amelyek a címlapra kerülnek és kiemeltek, bal és jobb oldalon pedig azokat a tartalmakat, amik a címlapon jelennek meg, de nem kiemeltek. Azért kell majd beállítanunk, hogy nem kiemeltek, mert ha ezt nem tennénk meg, akkor itt is megjelennének a hírek. Ezt pedig nem akarjuk. No, akkor lássunk is hozzá. Az adminisztráció nézetek menüpontban tudjuk elkészíteni nézeteinket. Először is lesz egy olyan nézetünk, mely a főoldal nevet fogja viselni. Mivel a panelba blokkokat tudunk elhelyezni, ezért most egy blokkot fogunk megvalósítani. A bevezetők listáját szeretnénk megmutatni. Címet nem adunk neki. Hát korlátozzuk, hogy maximum 10 kiemelt tartalmunk legyen. Majd a szűrőket fogjuk beállítani. Először is nagyon fontos, beállítsuk, hogy közzétett a tartalom. Utána beállítjuk, hogy a címlapra kerül. Kiemelt. És hogy ne jelenjenek meg mindenféle egyéb tartalmak, ezért beállítjuk, hogy kizárólag a híreket fogjuk megjeleníteni. Itt hírek, akkor ezzel a főoldal nézettel el is készültünk. Mentjük. És most nem egy új nézetet fogunk készíteni, hisz az összes többi nézet nagyon hasonló lesz ehhez, hanem ezt lemásoljuk, és a szükséges helyeken pedig módosítjuk a nézetet. Nyilván egy másik nevet fogunk neki adni. Itt már lesz a blokknak címe, hisz ezeket már látnunk kell. A kiemeltet átállítjuk nemre, tehát amelyik nem kiemelt, valamint hozzáadjuk, hogy melyik rovat kifejezésben szerepel. És ezt el is készítettük. Most már semmi dolgunk nincs, mint erről a nézetről készíteni 3 másolatot, és a megfelelő helyen módosítani. Neve az lesz, hogy PHP. A címe az lesz, hogy PHP. És itt pedig azok jelenjenek meg, melyek a PHP rovatban vannak. Még egy másolatot készítünk. Ez ugye a HTML lesz. A címét szintén átírjuk HTML-re. Valamint beállítjuk, hogy a HTML rovat szeretnénk megjeleníteni. És akkor az utolsó másolatot is elkészítjük. Ennek a neve CSS lesz. Átírjuk a címét.
és átállítjuk a szűrőt, és ebben a pillanatban elkészültem azokkal a nézetekkel, amiket majd a panelba bele fogok helyezni.